Hölgyeim és uraim, helyezkedjenek el kényelmesen, mert a show folytatódik. Írországban kamionnal, azaz egy nap a pokolban, Lénárd Norberttel. Én még ilyet az életemben nem láttam. Jó. Dublin nemzetközi repülőtere. Ugye könnyebb helyzetben voltam, hogy a kamionba ültem. Nagyon nem volt kontaktom senkivel. Azért ezek rémisztő dolgok. Tehát én még ilyet az életemben nem láttam. Viszont ha meg már így alakult, akkor hazamegyek, elintézek egy dolgot. Nagy valószínűség szerint az lehet, hogy nem fogok tudni utána hazamenni még vagy 4 hónapot. Már majd most is úgy terveztem, hogy nem megyek haza, de azt mondta Henci, hogy most menjek haza, és utána jöjjek vissza. Úgyhogy elég érdekes. Ha bemegyek ide a WC-be, kezet mosok, aztán majd utána jövök. Megmutatom, mi van itt. To help slow the spread of coronavirus, please observe social distancing advice issued by the Irish Department of Health and keep a space of 2 meters or just over 6 feet between you and other people. Thank you for your cooperation. Hihetetlen. Ez a hihetetlen, hogy how's it going? Security. Yeah. So, megkérdezték, hogy mit kamerázok, hogy mit akarok fölvenni. Hát mondtam neki, hogy hát mondom, még ilyet még nem láttam soha, hogy egy repülőtér ilyen üres legyen. Beszélgettem vele egy pár percet, azt mondta, hogy csak a biztonsági személyzetet ne vegyem fel, azt mondja, hogy egyébként mindent fölvehetek, mert ez valami eszeveszett egy helyzet. Szóval ilyet nem minden nap lát az ember. Nem akarom már őket fölvenni. Hogy egyszer nincs senki. Nem mutatom nektek ott azt a részt. Nem olyan sok repülő megy. Tehát ez a belső rész, ez így néz ki. Ha megmutatom ott a... Egy millió ember lófrált össze-vissza. Hát most már nem megy senki. És itt is minden be van zárva. Minden, amit lehet. És mint egy kihalt rész az egész. Szóval borzasztó. Szóval Henci azt mondta, hogy nézzétek meg, itt is tök üres az egész. Szóval. És itt is totális káosz. Ez egy repülőtér, Dublini repülőtér. Szóval muszáj hazamennem, és jöjjek majd vissza. Így most esedékessé változ, amit el kell intézzek otthon. Úgyhogy ezt most akkor megteszem. Hát a gyerekeket nem tudom elhozni. Nem tudok velük találkozni, úgyhogy mondtam Hencinek, hogy max. 1 hét. És akkor visszajövök. Ugye mindenki otthon marad erre. Pont nekem kell utazni. Úgyhogy közvetlen járatom volt innen Dublinból Pestre, és most az a gépet azt eleresztettem, és most
mehetek Londonba. Londonból át kell menjek Heathrowról Lutonba, és Lutonból kell Pestre repülnöm. Azt mondja, hogy 418-as. Úgyhogy nem egy leányálom ez az utazás, főleg most. Pont az lenne a lényeg, hogy mindenki maradjon otthon. Tehát nézd meg, ki volt minden. Konga reptér az ürességtől. Ugye 3 hónapja voltam kint, de nem tudom miért küld haza. Azt mondta, hogy most menjek haza, és utána jöjjek vissza. Hogy miért, azt nem tudom. Bár szerintem sejtem, mert tudja azt, amit én még nem. Nézzek. Ilyen filmbe illő jelenet. Hát maszkot se kell hordani, mert nincs ki ellen. Úgyhogy ez elég érdekes. Hát megmondom őszintén, nem vagyok boldog, hogy utaznom kell. De mondtam nekem most, hogy 2-3 napot állni kell, az rendben van. Most egy hónapot nem tudok egy benzinkúton csövezni. Azt mondta, hogy kevés a munka, de van munka. De nem ez a lényeg, hanem most menj haza. És akkor beszéljünk egy hét múlva. Hogy most jelen pillanatig tartok. De mindjárt mutatom a többit, figyelj! Ezeket nem akarom fölvenni. Hát nézd meg ezt! Ez brutális. Ki otthon maradna a valagen. Csak tényleg az menne, akinek nagyon muszáj. Akkor meg lehetne állítani. How's it going? Meg lehetne állítani ezt a terjedést, de hát most nem tudok mit csinálni. Hát ugye, hogy valószínűség szerint 3 hónapja vagyok ki. És még szerintem azt hiszi, hogy még egy 4 hónapig biztos eltart ez az egész. Én nem fogok tudni hazamenni. Ne görcsöljek be. Nézzük. Szóval. Ez egy. Ez az, egyszerre ketten. Thank you for cooperation. Jó, megtartjuk a 2 métert, csak nem tudom kitől. Istenem, nem tudom. Hát mit tudtam tenni? Ugye gyerekekhez nem tudok elmenni, ez már biztos, nem is akarok. Úgyhogy most csak nyílegyenesen hazamegyek. Max az asszonyt fertőzöm teli, bár nem hiszem, hogy bennem lenne, de ugye nem tudni. Hogy az asszony az egészségügy is. Ez hamarabb fertőz le engem, mint én őt. Aztán mit tudtam még csinálni? Hát most, hogyha karanténba kerülök, akkor otthon vagyok 2 hetet. Közben gyorsan elintézem a dolgomat, és utána visszajövök dolgozni. Pont ez miatt mondtam le az utazásomat. Ez is azt mondta, hogy rengeteg munka van, ne menj sehova. Erre 6 nap múlva bejelenti, hogy a lengyelek hazamentek a húsgyárból, ugyanis megkapják a 350 eurót hetente, ezt az állami segélyt. Így könnyebb otthon a brét rázni, mint dolgozni.
hogy ezáltal csökkent a fuvarunk. Van munkánk, hogy a másik két sofőr az dolgozik. Engem valamiért hazaküldött, azt mondta, egy vagy két hétig maradjak otthon, és utána tűz vissza. Gondolom, kevesebb lett a munka, vagy nem tudom miért döntött így. Kérdeztem, hogy maradjak otthon, hogy is kell visszajönnöm, vagy mi legyen. Azt mondta, hogy ne, az vissza kell jönnöm csak, most menjek haza. Hát ugye nagy valószínűség szerint most fog beindulni ez az egész nagy szar, és nem fogok tudni utána hazamenni. És mondom, erre való tekintettel küld haza. Nem mindig ettől aztán nagyon eltekintettem ettől az utazástól. Szóval... közvetlen járatom lett volna innen Pestre. 3 óra alatt le van tudva az egész, most már majdnem 10 óra alatt fogok tudni hazajutni. De mindegy. Egyáltalán nem akartam ezt az egészet. Hát ez van, srácok, én mindig megszívom ezekkel. Hencivel mindig rápacsálok. Emlékeztek, amikor még haza kellett utaznom? Dieppe-be kamionnal, Dieppe-be onnan hajóval, New Havenbe busszal, valamilyen vasútállomásra el kellett mennem a Gatwicki reptérre, onnan repülővel föl kellett jönnöm Belfastba, onnan kocsival a telephelyre. Hát itt mindig utaznom kell, mindig megcsinálja a feszültséget. Mondom, ezt múlt héten miért nem tudtad eldönteni, mikor vaciláltam, hogy hazamegyek, nem megyek, végül nem mentem. Mondom, 6 napra rá meg kitalálom. Azt mondja, hogy több tehet róla, az mondja, húzsgyárba lengyelek, hazamentek. Ez a cini-cini muzsika. Úgyhogy mondta, hogy üljek otthon egy hetet vagy kettőt, azt jöjjek vissza. Mondom neki, téged nem zavar, hogy mondom, vírus helyzet van? Mondom, mindenki otthon ül a valagán. Mondom, engem meg reptetszik jobbra-balra. Téged ez nem zavar? Na pont ez lenne a lényege, hogy üljön otthon mindenki, akinek meg kell dolgozni, az dolgozzon. Hát most valahogy csak így lehet megállítani. Hát, hogy menjek haza, és ne beszéljek sokat. Te szülje van, de jó. Mikor hazamegyek. Egy hét múlva, vagy másfél hét múlva visszajövök. Jobbat nem tudok kitalálni. Ugye gondolom, akkor meg hazaküldi majd az angolt. Dögleni, vagy nem tudom. De azért ez egy kicsit olyan félelmetes. Tehát az ember leül, megnézi a filmet, vagy megnézi egy ilyen skifit, vagy egy ilyen járványos filmet, lemegy a másfél óra, jó, megoldották, megmenekült mindenki, a rendező se halt meg, azt akkor kész, kikapcsolod a tévét, lemész lefeküdni, aludni, vagy mit tudom én. És ehelyett ez meg a valóság. Konga reptér az ürességtől. Jaj. Szóval itt vagyok a Heathrow-n, és leküldtek ide a föld alattiba, vagy a metróba, vagy nem tudom, minek mondják ezt. Minek lehet ez? Ez inkább ilyen szellemkastély, vagy nem tudom. Figyelj, senki nincsen, olyan bizarr. Olyan. Hú, apám. Azért most egy kicsit órolok a főnökömre, amiért hazaküldött. Senki nincs itt. Olyan bizarr egy kicsit ez az egész. Húha, van ám itt minden, mint a búcsúba. Na szóval itt vagyok a Heathrow-n, és most meg kell jussak ide a King's Court Saint Pancras, de valami Victoria, meg mit tudom én, mi van ott. És akkor onnan kéne valahogy átvergődnöm Lutonba. Na majd visszakapcsolom a kamerát később. Végül is nem kell kikapcsolnom sem, mert... Apám! Please remember to keep all your personal belongings with you at all times. This is a Piccadilly line service to Cockfosters. Szóval az eszem eldobom, hogy ennél a cégnél mindig olyan
élményeim vannak, hogy ez nem igaz. Emlékeztek, mikor, de ezt már kérdeztem, igen, amikor vissza kellett jönnöm Franciaországból, visszaírva, na hát, most meg haza kell jussam. Egyetlen egy ember nincsen a Heathrow-i repülőtérnek a metrójába. Ez a bizony. Meg az, hogy a vírus kellős közepén kell hazamennem. Hihetetlen, én nem is ír, az olyan horrorfilmbe illő. Eszem eldobom. Na, annyit beszéltem, hogy az csak csuda. Azt mondja, hogy apám ebbe várjál. Ide kéne eljussak. És elbeszéltem az időt, nem tudom, hogy hol vagyok. Jó van, most lehet, hogy lerakom egy kicsit a kamerát, mert oda kell figyelnem, hogy mi lesz a következő állomás, de mutatom. Itt volt egy ember. Ez már ad egy kis aggasztó okot. Egyetlen egy ember? Hú, apám. Azért belegondoltok. This is Hatton Cross. Várjál. Customers for Heathrow Terminal 4 should change across platform at this station for a train to Terminals 4 and 123. This is a Piccadilly line service to Foster's. Aha. Na jó. Most ellenkezőleg megyek. De jó. Rossz irányba szálltam föl a metróra. The next station is Hounslow West. Please mind the gap. Jön, nem jó. Hounslow West. De akkor jó. Akkor jó. Szóval... Itt azt hittem valaki áll mögött. Szóval belegondoltatok abba, hogy... Leülünk, megnézzünk egy filmet. Letelik a másfél óra. Jó, elszörnyűködtünk, jönnek a főhősök, megnyerik a filmet, végigvisznek mindent, mondjuk effektív egy vírusos filmet, megoldják kész, és minden visszáll a régi kerékvágásba, és ezt most megéljük élőbe, igaziba. Szóval hihetetlen. Hihetetlen, de a legnagyobb hihetetlen dolog az, hogy nekem itt kell lenni. Tehát, mindegy. Én tudom, hogy jót akar a főnököm, tehát nekem nincsen egy rossz szavam se rá. Az állomás totálisan üres. Igen. Sehol senki. Azért ez... Azért ez, srácok, azért... Please mind the gap between the train and the platform. This is Hounslow West. This is a Piccadilly line service to Cockfosters. Kettő ember eddig. Kettő. Három. Remélem nem egy bandita ez a nő. Nem akar kirabolni. Három ember volt ezen az állomáson is. Please mind the gap between the train and the platform. This is Hounslow Central. This is a Piccadilly line service to Cockfosters. Tudom, tehát ha tovább nem látok ilyet. Hát, hogy eltévedtem már nagyon, nem tudom. Ja, és ma péntek van, tehát péntek délután 2 óra valahogy így is. Totálisan üres a város. Na jó, mondjuk ott nem, ott például valaki bőröndel menne. The next station is Hounslow East. Please mind the gap between the train and the platform. Apám. Na mindegy. Most leteszem, hogy nem erüljön tovább a kamera, majd még megnézzük a lutani repülőteret, hogy mi van. Jöttem ide a Viktóriára, és itt mondom, kérdeztem a... Van ilyen irányító, vagy nem tudom. Na lehet is lehet, hogy taxisofőr volt, nem tudom. Kérdeztem, mondom, hogy a Lutóra szeretnék eljutni, mondom, hogy tudnék a legjobban. És mondja, hogy hát menjek vonattal.
Most tök mindegy. Szerintem ez egy nagyon drága útvonal lesz, mert majdnem 18 fontot fizettem erre a vonatjegyre. Viszont ez közvetlenül oda visz. Hát ugye meg tudom mondani, itt egy kis hölgy ül, azt az egész többi, ez tök üres. Meg ott ül hátul egy ember. Tehát a legjobb tudomásom szerint ketten vagy hárman, ha ülünk, max négyen. Szeretetek, köszöntök mindenkit. Így a rendkívüli szabadságom kellős közepén. Ugyanis március 29-ére volt repülőjegyem, de azt a vírusra való tekintettel lemondtam. Így nem repültem haza. Nem tudtam, hogy van bennem, vagy nincs bennem. Nem mertem hazahozni. És úgy döntöttem, hogy akkor folytatom tovább a munkámon. Ezt rá egy 5. vagy 6. napon a főnököm felhívott, és azt mondta, hogy a húsgyár lelassult, úgyhogy majdnem meg is állt a munka. És ezért most rendkívüli szabadságra fog hazaküldeni, ugyanis már a 3. hónapja voltam kin, és mondta, hogy lehet, hogy ez hosszabb lesz megint, mint 4 hónap, vagy talán 5, úgyhogy most rendkívüli szabadságra küld haza. De hát ugye mondtam neki, hogy de hát nekem 29-ére volt repülőjegyem, és a vírusra való tekintettel én direkt nem jöttem haza. Nem mertem hazajönni, nem akartam hazahozni ezt a vírust, hogy ha van bennem, ugye? De egyelőre még nincs semmilyen jele, hála jó Istennek. De ezt mondta a főnököm, hogy nem baj, 3 hónap után most menj haza, 1-2 hétre vagy 3-ra, de inkább 2-re. És utána akkor gyorsan menjek vissza. És gondolom, akkor majd a kollégáimat küldi haza ugyanúgy. Szóval munkánk lenne, meg munkánk, mondhatom, hogy van is, de érezhető a belassulás. Ugyanis az állam által dobott mentőöv, tehát azoknak, akik elvesztették a munkájukat, vagy nem tudnak dolgozni, ezért ez a mentőöv, ez jó jött, de ugye olyan emberek is beugrottak a vízbe, akiknek nem kellett volna, úgyhogy nyugodtan tudtak volna tovább dolgozni, na mindegy. Hát akkor ennyi lett volna a hazamenetelemről készült kis videó, hát úgy gondolom, hogy elég látványos volt, főleg a reptér, meg a Heathrow, nem mindennapi jelenetek voltak. Na mindegy, én megköszönöm, hogy velem voltatok. Sajnos elköszönős intro zene már nincsen, mert a YouTube letiltotta, úgyhogy DJ Bobby-tól végleg elköszöntünk, úgyhogy most csak simán így fogok elköszönni tőletek. Hamarosan jövök majd a következő videóval, addig is kitartás mindenkinek, sziasztok!